Gyorsan. Szóval, hogy bemutató, meg hogy kell csinálni, meg ilyenek? Nem. A Bonsai Jamnek az a lényege, hogy ez tulajdonképpen ez egy klub. Klub délután majd tudom ébet felfogni. Egy olyan típusú klub délután, amikor mindenki hozza a motyóját. Tehát nem az, hogy egy ember jön és akkor ott megmutatja az okosságot, hanem pont ez a lényeg, hogy akkor mindenki hozza a saját kis motyóját, vagy ha akar itt vásárol, ez minimális szokott lenni. Mi nem erre hegyezzük ki, hogy jaj, akkor ez mekkora nagy üzlet, mert egyáltalán A Gergőik meg van két kerámikus, ők hozzák a kerámiáikat. Ez nem az az olcsó cucc, ugye? Ez valamivel erősebb. A kárcsel az elég jó. Már nem értem. Volt egy ilyen nagy szart, kínai fos. Na, megpróbálok majd eljönni, mert érdekel, tudod, csak hát... Nekem ez... Adok is neked anyagot, csak. Na, nézd meg, ez egy 10-es kesztyű. Mondjuk, ha akkor a kezedet... Biztos jó lesz, biztos jó lesz. Ez biztos. Akkor ez ilyen kellemes a létrakkal, hogy meleg. És időnként jönnek előadók. Eltöltük, ugye? Igen, itt van a kezem. Időnként jönnek előadók. És akkor az előadók azok. És most ki lesz? Tavaly egy nagymester jött. A bonszer ez egy lassú dolog azért, nem? Alázatlan. Meg türelemre gondolom. Én szeretem, mert bonsaiban, ha elszúrsz valamit, és nem végzetesen szúrod el, akkor sincs dráma, mert egy nagyon jó, az egyik srác mondta, és ez tök jó meghatározás. Az idő az mindent kijavít. Itt csak meg kell várni. Hát igen. Tehát levágsz egy olyan ágat, amit nem kellett volna, na bum. 5 év múlva, 8-10 év múlva megjelenik egy ugyanvágy. Volt ebben valami Kimura? Az nem ugyanaz a Kimura, aki... De azt szerintem te a cselgáncsos Kimura. Aha, az ugyanaz? Szerintem igen. Nagy bonszáros. Mert írt valami könyvet. Valami bonszáj. Nekem már mászkáljuk egy kicsit. Na, nézzünk körbe, ja. Hát nekem itt vannak a főizéim, amiket... Mert ezen kívül vannak nekem, hogy csak egyrészt nem férde, másrészt pedig ezeket szeretem. A galagonyát Hát ezeken a cetliken látszik, hogy mikor kezdtem el csinálni. Tehát ezt 2007-ben kezdtem el csinálni. Lehet csak ezt. Nyugodtan. Magamnak adminisztrálom, és akkor 3 éves lehetett körülbelül. Ez egy kb. 16 éves galagonya, 1 éves galagonya. Ez nyírfa, ezt megismerem a kérgéről. Most ez az értékes, amit mondtam neked, hogyha hiányzik valami, akkor az idővel ebből egy komoly ág lesz. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy ezt ne nagyon bántsa senki, mert itt ki tudok alakítani majd a emeletet. Úgy kerül egyensúlyba az egész kompozíció. Az, hogy ez úgysem lenne rossz, de így most nagyon szép lesz, hogy itt is lesz egy ág. Ha valamilyen csoda folytán itt is lenne, tehát még sűrűbb lenne, az aztán abszolút parázis. A nyírfa mondjuk abból a szempontból érdekes, hogy nyírfa nehéz tartani. Nem bonszáj, profi bonszájosoknál is. Miért az éghajlat, vagy mire kényes? Nem, megnéztem, hogy komplet így összeomlik, úgy semmi. Mert hogy azért... A gombáit, meg ha nagyon száraz a tél, akkor, és szárazon megy bele, akkor kiszárad is így. Nekem a erdőm az tavaly így ment kaputra majdnem. Aztán na, összekaparja nagyjából magát, de akkor is. Ez meg egy nyírfa, egy több törzsű nyírfa, ez meg megint csak egy olyan, ami ritkában van embereket. Nem nagyon szokták drótozni a nyírfát, valamilyen oknál fogva nem szereti, én azért ilyen nagyon minimális drótozásokat csinálok. A drót az azért kell, hogy abba az irányba növekedjen, nem? Vagy ahogy szeretnél. Kétféleképpen szokták alakítani az izét, vagy drótozásra, vagy meccéssel. A drótozás az egy gyorsabb folyamat, a meccés az a lassú. Az a lassú. Tehát az azért, mert tudod, akkor az van, hogy meccel, és akkor meg kell várnod azt az időt, hogy megint ott hozzon egy izét állat. De viszont vannak olyan növények, amiket nem tudsz drótozni, mert attól, vagy nem bírja, elszárad az ág rész, tehát ezek azok, amiket... Hogy ilyen pici a talaj, az nem befolyásol rajta valamit? Vagy az befolyásolja, hogy nem lő akkorákat már a növény. Igen? Tehát a kis talaj a kis fa lesz? Nagyjából tudok tartani. Ugye nem tud akkor előtt. Kaptál kaját? Ez milyen kutya egyébként? Akit a kubasz.
Akit a kuvasz? Aha, nem találkoztam vele? Találkoztam vele, de azt hittem, hogy van. Igen, kicsit. Meg az anyja volt még meg, mert ő 4 éve ment el a Fuji-hegyre. Aha. Fuji-hegyre, lazatozni. Aha. Van a csirkétet is, vagy volt? A csirkét azt nem szerintem, azt nem. Gyere, látszunk át, hogy hát még a lomba lakom még, ilyen jó kis tartód van ehhez a... Telkó? Ez egy útban. És 20-valahány év után apám kezdte el csinálni. Kinézte, hogy a japánok hogy csinálják. Nem a nadrág, ami a nadrágomat tartja, a nadrág szíj rakom rá ezt, hanem több külön rakom rá. Aha. És így kényelmes, és tényleg sokkal. Mert amikor nadrágszőt fölvesz, így beleszettem, és akkor mindig egy fix helyen volt a tartó. És ez meg kurvasszál sokszor, mert ide rakom, oda rakom, ez így jó. És így külön nadrágszíron kell. A japánoknál úgy van külön nadrágsz, és akkor azon vannak a cuccok. És akkor leveszünk, fölrakja, és akkor ott van alatt a normál nadrágszőt. Aha. Tegnap ez meg azért nagy munkában voltunk, mert itt kb. 1500 fa volt. Tehát az összes fa, amit lát, kordonoknál, cédrusok, túloldal, ez mind ide volt, ahol itt ezt a sárkányokat látok feldolgozni, hogy látszanak még a falánkot. Ez ugye föl volt itt polcolva. 3 nap alatt ezt megcsináltuk, nagyjából 3 nap alatt. Előtte mondjuk az egyik kollega, a Tamás gyerek, a szoros srác, az elődolgozott. Aha. Ez most elég jó, meg azt a 3 fenyőt tegnap beültettük. Most lesz egy kis dárgány. Jó, meg van fagyva most. De, itt mindig ilyen hideg van kint? A városban ez nem? Itt mondták, hogy lesz, hát be is vittük a vizet, tegnap kaptunk mediterrán. Ez azért, amikor a fejű így megpattan, ez most ennél nem annyira szám, de ez a nagy szám, tehát nagyon nehezen tudunk megpattani már fenyő. Aha. Fenyő az nehezen hoz rejtett hüget. Aha. Ezt most ültettük a tegnap, meg átültettük a páfrány fenyőt. Feladtam bambuszokat. Előneveléseknek, ez egy vinkó erdő lesz. Ezt tavaly csinálni, raktam össze. Aha. Vinkó az páfrányfenyő? Vagy mit mond? Itt a másik érfám. Ott van megint egy. Ez már egy nagyobb. Hát nagyobb, de nagyobb ugyanaz story. A kám meg. Én ezt nagyon szeretem, általában azt szeretik az emberek. Ez egy ilyen elég hasz, hogy nagyon magas a törzsre engedni. Aha. Van az üzők, mindenféle. És ott nagyon sok. Ja, ott hátul, aha. Csak az még jól valak. És az a kis tölgyfa, az is valami olyasmi. Nekem az van sok, azokat én így visszavágogatom, hogy ne legyenek olyan nagyok, de... És ki van? Hát ki van az... a szabadföldön? Persze. Akkor meg tudod nevelni gazdagra. Igen, azt szeretném, hogy árnyékoljon egy kicsit, de tudod, ne legyen olyan rendes ilyen, nagy. Ilyen kezdemény az a kőrös. Aha. Hát, szombos epizélye. Az szombos. A tölgy mögött ez egy magyar. Aha. Tölgy. Hát ezek ilyen, tehát ezek az a nem elhibázott, amikor kezdő az ember és még nem tudja elengedni a dolgokat, ezeket majd újra kell csinálni. De ezek ilyen 8-10-12. De újra kell csinálni, mert nem jó. Hát ezek ilyen amatőr játékok voltak. Na most ebből, tehát akkor mindegy, ebből is tanul az ember. Akkor mondjuk egy kezdőnek ezt elmondod, és ha hallgat rád, akkor ő már nem esik bele ezekbe. A hibákba, aha. De nem kell minden. Tehát ami nekem komolyak lesznek, ezek mondjuk... Ezek az egyik legjobb osztálynak ez a 3R-i vihar. Ez megint ami rossz, tehát ezek nem jó. Ilyen látványos egy laikusnak, ez már nem nevet lehet lecsupasztottam, de ezeket újra kell kezdened. És ezeket, itt van az, hogy 12 éves munkát itt fogod és újra kezded. De nem jó. Jó, hogy többet csinálsz, akkor mindig van valamiből sikerélménye. Hát az is meg akkor tényleg. Aha. Kár érte. Megeszi a föld egy idő után, nem? Nem, azért az nem, azok jók a tartás. Ezek jók? Azok aha. Jók a tartás. Ja, nem. Valahogy a
Igen. Ez majd egy jó darab, ez már ilyen 4-5-6 év. De ez már virágba is borult. Aha. Ez egy Benichidori és japán Kaisi. Benichidori? Ez most direkt előnevelésben van, vastagít a törzsét, és nem lesz nagy méretű fa, ekkora lesz minden, amit most látsz. Aha. És különböző kell. Ezt már tavaly szedtem ki. Ez egy körülbelül az ilyen vastag. Aha. Ez a gyökér, a mindig az, tehát kezdők erre nem figyelnek, pedig ez az egyik lefő, hogy milyen az alap. Hát ahonnan indul a növény. Mert? Hogy miért ez a... Mert azt az elején tudod befolyásolni. Igen. Az, hogy te egy szép ágrendszer csinálj, egy szép izét csinálj, rátvesszél kell, az egyedi stílushoz kell az, hogy jó is legyen már eleve a forma, de azt meg tudod csinálni. De az alapot az elején nem csinál meg jól, akkor minden más, az már fog forró. Tehát egy profi, vagy egy még akár egy aki sok bonszát néz, az egyből kiszúrja, hogy hiába szép az ágrendszer, vagy keskeny az alja vagy. Aha. Mert ezeknek vannak stílusok, amiknél jó a keskeny alj, de az olyan stílus. Tehát az mondjuk egy bungee stílus az, amikor ilyen nagyon vékony a törzs, és fölmegy, és csak pár áll. Hogy vannak ilyen stílusok, ami valami... Megvan az, vannak a kaszkád, tehát ami oldalra megy el, vannak a bukók, akkor van az, amikor tök egyenes a törzs, és úgy megy rá, van, hogy tök egyenes, és a lombkorona az egy gömbű lombkorona, akkor van az, hogy kicsit zegzugos a törzs, akkor van a szélfúta, akkor kicsit dől be, és csak az egyik irányban van az, hogy bedől, de mind a két irányban van, amikor kettő törzs van, amit a páfrányfenyőnél van, hogy erdő van, hogy három fa van, hogy bokor van, hogy kidőlt a fa, és akkor így jönnek ki a izék. Ezeknek mind megvan mind a japánnak a támítása. Általában a molyogit használják. A molyogi az alap, az a molyogi stílus. De most veszel egyet? Igen, mutasd. Ja, ez egy szilva, ez egy madárköpte. Szilva 8-9. Nem az a prúnusz, a szilva. Prúnusz, ja. És ugyanúgy hívják... A prúnusz a babérmegy, a cseresznye, a kajszi, a prúnusz az egy ilyen összekörülés. Gyűjtőnél, aha. A szilva az a prúnusz domestika, az a szilva. A lényeg, hogy ez egy izé volt, és én meg elkezdtem annak idején így vágdosni. És ennek körülbelül ilyen a törzse alul, tehát a gyökérnyak, és most direkt visszaültettem, állandóan alávágtam, úgyhogy a gyökér az ilyen vastag, tehát én egy ekkor ilyen vastag távol ezt be tudnám most tenni, de nem akarom, mert ezeket a részeket el akarom, hogy nője a növény nagyjából. Aha. Ez még egy a 3-4 évig így marad, akkor már körülbelül lesz egy ilyen törzse. Képzeld el, ekkora fa és ilyen a törzset, tehát nagy látványos, és akkor már arra meccsem az ágrendszer. Te is, hogyha így kint van szabad földbe, utána azt be lehet rakni ilyen cserébe? Hát úgy jegyzed, mondom, itt az a lényeg, most már ez alatt egy nejlon van. Tehát van a törzs alatt ugye így menne le a gyökér általában. Aha. De én ezt évek alatt mindig elvágtam, úgyhogy én amikor tavaly ezt kiszedtem, vagy tavaly előtt, amikor ezt kiszedtem, az nekem két napig tartott. Mert előtte éveken keresztül mindig alávált, nem engedtem, hogy alul nőjön, csak oldal nőjön. Ezért én fogtam az első, hogy körbeástam, és már ki is szedtem. Kész. Ennyi volt. Tehát tényleg semmi prusztolás. És most, amikor ide kiültettem, akkor egy nejlont leraktam, egy ekkora nejlont, arra raktam rá, és körbe meg föld. Tehát a gyökerek csak oldal irányba tudnak nőni. Aha. Ez a vicces az egész. És az, hogy mondjuk utána beviszed valami helyiségbe, vagy utána is kint vannak? Soha nem. Az igazi bonszájt, az soha nem viszed. Aha. Hát csak azért, mert vannak hogy... a trópusi bonszájok, vannak a brazil, meg a, tehát a mondjuk ausztráloknál is. Nekem is van olyan bonszáj kezdemény, nem tartom bonszájnak. Parafadugót csinálják. Aha. Azt például ez nem bírnál. Ez még elviseli ezt a hideget, most kint is van a fóliában, ilyen előnevelések, de az nem igazán bírja az. Az ilyen mediterrán. De nekem nincsen sok. Általában az igazi bonszájok, meg a japánoknak a bonszája is jellemzően ezek kinti növények. És ez a kis cserép, meg hogy kis föld nem fagy ki télen? Le kell sülyeszteni. Tehát aha. Vagy lombbal betakarod, ugyanúgy, mint itt nálam láttad, hogy ott tele van ilyen vastagon valam, mert ki kell bírni. Ő természetben is kint van, tehát ugye arra gondoljál, hogy kint van a természetben, rá esik a lombréteg. Hát meg hogy van a négy évszak ugye,
Azt, igen. És ez, neki ez benne van, az, nincsen gond. Nem. Egyedül arra kell figyelni, hogyha nagyon száraz a tél, akkor... Ó, várjál, itt vannak a pipik. Igen. Azt ki kell lomni, mert a kis köcsögök elkezdik elni. Ezt kiöntsöm ezt a vizet? Hát én kiszoktam ugye. Vigyázz, levélek. Vigyázok, ide jön a víz. Hát valahol, mert az meg a sarat. Eszitek a csirkét? Azért nem, van. Nem. Dísznek? Ja, tojásnak. És mennyit bírnak termelni? Most egy már ennyi? Elkezdtek 3-4 naponta. Három, hány csirke van? 6, de ezek már tyúkok. A tyúkok, igen. Hát nekem talán, nekem az csirke. És hány tojás lesz ebből? Van a Petra nevű lány, aki most Svédországban fagyoskodik. Ír, hallod Csaba? Ő az Editke, nézd meg, ennyire be van idomítva az Editke. Mindjárt kapjátok azt. Editke ez ilyen, és így bemászunk. Így mindenki ez, ennyire barátságos Editke. Kis csaj az úgy beizélt, hogy ide le, így legugol, és ne fölugrik neki az atyút, és akkor így egy pincizik. Editke igényli az ember izét. Aha. Ilyen genyoznak vele egyébként. Igen? Elloptak egy izét. Tudom, hogy ilyen mindig retke. Megy a rögbi. Akkor nyilván nem fogjátok levágni. Ne legyél már genyoz. Jó, de nem baba eldugta a tájukat. Nem tudom, hogy valak. Alulra? Tudom én. Alulra rakta? Akkor szólt ki nekik, hogy összeszedik a izéföldről. Ennyi csirkéből hány tojás származik? Hát négyet, 3-4 van naponta, hát számolsz ki. Hát az, 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 az ugye elég. Napi 3-4 tojást raknak? 3-4 tojást. Most veszünk majd 40-et, 30-40-et újat. Csabit megtanítom, hogy kell levágni a tojást. Én már vártam, hogy felállt. Takasd? Mi? Takasd, tak, nem? Csirkét. Csirkét, lerepült a feje. Lerepült a feje. Én egy ukrán srácról, ukrán srácról. Ukrán srácról. Menj itt, csak. Ja, hogy szokott lenni pótlás, mert hogy elfáradnak? Hány évig bírja egy ilyen tyúk? 8-10 évig is, de akkor már nem tolj. Aha. Hát ebben 3-4 év után azért lecsavarom őket. Aha. Erre még így van, csak érdekel. Hogyne. Menjünk utána a rózsákot? Szerintem igen, Csaba. Ja, megjön a kú, akkor. Na ennyi, ezek a kis teletetések, ezek is már 8-10 évesek, csak most visszaütetve. Mi? Sáfrány? Nem, mert ő össze virágzik. Bejött a sáfrányozás? Mondtál, hogy szeretnél vele foglalkozni. Igen? Nem vetettem el, de voltak kudarcok, és időben nem fér vele. Ja, és nem annyira. Pár grammot csináltunk, de... Na, levittem. Mi az, ami jó? A paprika? Az a tesódnak a nagy mániája volt. Na, az majd engem érdekelni fog viszont ilyen... Paprika krém, vagy mit, amit szoktatok csinálni. Szerintem rakd be a kabátodat, meg minden ilyen. Hát ezt itt felakasztom valahol, ha jó, ha az itt van. A telefon nyertő az is, de inkább. Miért ellopják? Na. Jó. Na, nyomjuk.